November 29-én Pálinkás Szilvia, kiskörösi írónő különleges könyvbemutatót szervezett a Petőfi Sándor Művelődési Központban, ahol második regénye, a Bennem élő álmod című kötet kapta a főszerepet. Schmidt-Cetli Ágnes, a Magyar Szerzőkért Közösség vezetője, a könyvbemutató moderátora, már a bemutató kezdetén elvarázsolta a közönséget. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy okos és művelt fiatalnő, akinek véletlenül a kezébe akadt egy fénykép, ami ha nem is mindent, de sok mindent megváltoztatott. Évszázadokon és generációkon át repítette egy olyan életbe, amiről addig csak néhány mozaik darabkát sodort elé a sors. És ő úgy döntött, nem elégszik meg ennyivel, az egész képet egyben szeretné látni. Kutatott, írt, rengeteg energiát fektetett a munkájába, ami aztán könyvformájában mindenki számára elérhetővé vált. Egy család történetét vetette papírra, melyben életre kelt a nagy szerelem, a gyógyítás és a minden tönkretevő ármánykodás is. Ez volt Bor Terézia és Pálinkás Szilvia közös története, a Genomba zárt örökség. Ezzel Szilvi egy rég bezárt ajtót nyitott meg, s bár a történet kerek volt, s az olvasók is minden magyarázatot megkaptak, hiába telt múlt az idő, volt valaki, aki visszatérően először halkan, majd egyre hangosabban szólítgatta Szilvit ezen a nyitott ajtón át. Musza Imre volt az, aki újra kézen vogta, hogy a fantázia világában különösen és együtt szárnyalva egy történetet kérjen tőle a sajátja helyett. Mondd, Imre, milyen történetet éltél volna meg szíved szerint, ha 1911. augusztus 3-án, mikor önként szabtál határt élt idődnek, másként döntesz, kérdezte Szilvi. A regény főhőse Musza Imre nem találja a helyét, mióta megrendítő körülmények között elvesztette édesanyját, Bor Teréziát. A feldolgozatlan gyász megkeseríti a mindennapjait. Imre sorsa az Orient Express váratlan kényszer megállójának köszönhetően vesz olyan fordulatot, amelyben országokon és a monarchián átívelő kalandos, szerelmet sem nélkülöző történet veszi kezdetét. Kiutazhattam Törökországba, Isztambulba, és azokat a helyszíneket tényleg ott élhettem meg, láthattam meg, ahol a főhősöm járt. A Galata torony, a Galata híd, a Pera Palace Hotel. Ez mind-mind olyan hatással volt a lelkemre és az írásomra utána, ami azt hiszem, hogy nyomon követhető a regény oldalai során. Pálinkás Szilvia szívszorító családregénye folytatódik a Bennem élő álmod című kötetben. Egy generációt előrelépve az időben utat enged az írói fantáziának, amely megválaszolja, a Mondd Imre milyen történetet éltél volna szíved szerint, ha 1911. augusztus 3-án, mikor önként szabtál határt az életednek, másként döntesz kérdést, új esélyt adva ükanya másodszülöttének az életre. Musza Imre történetét Szilvi fantázia világa teremtette meg. Nagyon-nagyon sokáig valamiért nem hagyott nyugodni ennek a családnak a története, és úgy éreztem, hogy van még benne valami. Van még egy szál, amit fel lehet venni, és arra lehet építeni, és hát úgy tűnt, hogy az idő múlásával, a megtett futó kilométerek után, aztán körvonalazódott, hogy Musza Imre lesz az, akibe bele kell kapaszkodni. És valahogy kilométerről kilométerre mindig kaptam egy pici-pici történet foszlányt, amire aztán fel lehetett építeni az ő élettörténetét. Így kezdődött a regény, és aztán így teljesedett ki. A könyvbemutatón Subánék Kis Kriszta részleteket olvasott fel az új regényből, amely Bor Terézia másodszülött fiának, Musza Imrének a fiktív története. Azon a bizonyos délelőttön is óvatos léptekkel nyitottak a fiú kórtermének ajtaját. Már megtanulta, jobb, ha mindig a legrosszabbra készíti fel magát, így amikor meglátja Imrét, nem fog annyira fájni a fiatal fiú esztelen, határokat nélkülöző önpusztítása. Mikor ezúttal becsukta maga mögött az ajtót, az elé táruló látvány minden várakozását felülmúlta. Nem akart hinni a szemének. Imre ott ült a betegágy szélén, felöltözve, a hetekkel ezelőtt bekészített ruhájában. Megborotválkozott, haja ugyan kissé megnőtt az elmúlt hónapok folyamán, de fényesen ragyogott az alapos tisztálkodásnak köszönhetően. A fiatal fiú ezidáig tükörsima homloka ugyan egy-két barázdával megosztottá vált, de a szemének megüresedett tekintete Istennek legyen hála, e jelenben való létezéséről árulkodott. Ahmed, drága barátom, már vártam, hogy ma is ellátogatsz hozzám.
A fiú hangja erőtlen volt még, gyenge, mint a ma született bárányé, de végre megszólalt. Itt vagyok, fiam. Hol is lehetnék máshol? Vajon mi dolga akadhatna még az ilyen akhonvédnek, mint amilyen én vagyok? Kressándor hangját a sírás folytogatta. Tudod, és a fiú nem is tudta valójában, hogyan kezdjen neki a mondandójának. Az elmúlt hónapok történései alatt volt időm gondolkodni. Élve jártam lélekben a poklok poklát, és nem találtam a kivezető utat. Minden egyes nap belehaltam a tudatba, hogy Tubáról nem érkezett semmilyen hír. Mikor Kupcsak egy hónappal ezelőtt személyesen közölte a hírt a betegágyam mellett állva, hogy felhagytak a keresésével, minden reményem oda veszett. Rá kellett eszmélnem, hogy az én életem alakulása sosem fog a hétköznapiság tollává íródni. Titkon mindig vágytam rá, hogy egyszerű emberként élhessem az életem. De rá kellett jönnöm, hogy egy javasasszony gyermekeként a világra születve, kalandos utazás után új hazára lelve, a sztambuli tűzoltóság kötelékében szolgálva, sosem szántak nekem az égiek egyszerű, szelíd történésekkel tele tűzdelt életutat. A könyv bemutatón elhangzott, hogy a regény írása közben többen segítettek Szilvinek abban, hogy az adott történelmi kort hitelesen tudja felidézni. Segítői között ott volt Végső István és Reszwimmer Zoltán történész, aki személyesen is részt vett a könyv bemutatón. Én főleg a 48-as szabadságharc hátterében tudtam neki segíteni, hisz a kutatási területem a veterán honvédekre, illetve a 48-as honvédek utóéletére tevődik. És Szilvi ezzel kapcsolatban keresett meg, hogy egy veterán honvédnek a visszaemlékezése alapján hogyan tudnánk rekonstruálni a 48-as eseményeket. A könyv bemutatón meglepetésként két színművész, Szörényi Júlia és Fülöp József személyesítette meg Tuba Árszlánt és Musza Imrét, és bemutatták, hányféle olvasata lehet egy történetnek. Amikor felvettem a két színésszel a kapcsolatot, akkor bizony bajban voltak, mert hogy túlságosan komolynak látták a darabot, az érzelmeket, a hangulatot, és én azt mondtam, hogy fátylat rá. Ez a ti megjátszott, eljátszott történetetek lesz, formáljátok kedvetek szerint. Vigyetek színpadra azt, amit jónak láttok, és amilyen formában. Úgyhogy megadtuk nekik a szabadságot, de úgy érzem, hogy egy kis könnyedséget hoztak az elmúlt nehézkes percek után. És én tudom, hogy nem akármiért kerültem ide, hogy igenis ide vezetett az én utam, te hozzá. És én szeretném, hogyha ezentúl közösek lennének az élményeink, a házunk, a gyerekeink. Hozzám jönnél feleségül? Mikor? Hát most. Mehetünk? Templomba? Igen. A könyvbemutató végén levetítették azt a három kisfilmet, amelyet a bennem élő álmod ihletett. Amikor befejeztem a második regényt, akkor számomra és számunkra nem volt kérdés az, hogy úgy, mint ahogy a Genomba zárt örökségnél is, három rövid videóval harangoztuk be ezt az új regényt, illetőleg olvasási kedvcsinálásképpen szerettük volna az emberek felé ezt, mint egy szeretett perceket irányítani. Edével nagyon jól összedolgoztunk az első film alkalmával is, Csatai Edét, azt gondolom, hogy nem kell bemutatni itt a helyieknek, és hát a szereplőkből is néhányan jöttek, és bizony részt vettek, hiszen Szekeres Mónika ismételten Borteréziát alakította, és hozzájött még a két főszereplőnk, Vancsik Domán, aki a könyvben Musza Imrét formálja meg, illetőleg Horváth Babett, aki a kislányunk keresztapukájának a nagylánya, és lelkesen elvállalták a közreműködést ebben az új filmben. Hatalmas utazás volt, azt kell mondjam, mert szerettünk volna egy kicsit megtartani az első csokorfilmnek a hangulatát, mégis némi változásokat szerettünk volna belecsempészni, és úgy éreztük a végén, hogy mindez sikerrel teljesítettük. Mindannyian vágyunk a szerelem adta boldogságra, ahol a lélek összefonódva soha véget nem érően járja táncát.
mámorító emberi érzés vakmerővé teszi az elmét, és lángja perzselő erővel semmisíti meg az elképzelt, jövőbe mutató élet pergamenjét. Éltet, felemel, magasságokba repít, mámorral fűszerezi a létezést. Egy nem mindennapi utazásban lehetett része a közönségnek ezen a könyvbemutatón. Pálinkás Szilvia új könyve, A bennem élő álmod, könnyedén kalauzol egy mesés, mégis igaz történet szövevényes szálain keresztül a múltba.